Sziasztok! Zazóka vagyok, folytatjuk tovább a Witcher 3 Blood and Wild játékot. Jól van. És hogyha sikerül ez a mai felvétel, akkor ezzel egy hét előre tettem szert veletek szemben. Oké. És ugye jó is az, nekem az nagyon jó például. Mert tényleg, ha bármi gond van, akkor sokkal nyugodtabban tudom föltölteni a részeket. És most ugye jó párszor így elmaradt. De hát végső soron fölkerült heti két rész. Tehát, ja. És tényleg, hogy megint úgy elmaradtam a játékokkal azt a mindenit. Ugye karácsony ilyen ünnepek, árleszállítás, mennyi vásárolt egy csomó ilyen VR-os játékot, azzal sem tudtam foglalkozni. Tehát igazán kőkeményen majd most be kell pótolni sok mindent. Ugye még az a szerencsé, hogy mondtam, hogy rendeltem azokat a játékokat, tehát a PC-s az majd valamikor vár magára. Tehát hogy azt most csak úgy megnézem, hogy milyen. Én így szól a Leviota Prophet. Tetszik az a Leviota. Nagyon jó, köszönöm. Tehát, hogy arra csak úgy ránézünk, hogy milyen. Végsősorban a PS4-es... Azt, a mindenit, hogy... Már még én elfelejtem a nevét. Pedig eszembe volt. Sőt, utána néztem. Na jó. Tehát, hogy azzal fogunk játszani. És keresünk fel a művezetőt, vagy a vezetőt, de akkor nem vele fogunk foglalkozni, hanem megnézzük őt. Hogy mi ez a kérdőjel. Nagyon-nagyon-nagyon ott van a helyszínen. Tehát, hogy ott középen. És kíváncsi leszek, hogy mi lesz az. Utána szerintem megnézzük őt. Őt. És akkor pihi. És azt a mindenit. De jó. Kívül vagyunk mindenem. Hó, de jó, kívül vagyunk mindenem. Az mi az a felkiáltó jeles? Boralkus megbízás. Aha. És akkor ahhoz tartozik a felkiáltó jel. Na jó. Oké. Mehetünk. Ugye azzal a játékkal fogok játszani. Uncharted DLC-vel. És... az nem hosszú. Meg egy picit az talán úgy jó lesz majd úgy. Úgy indulás. Neked ez egy könnyed játék, ezt tudjátok. Valahol itt csatazajt hallék. Ott van valami. Ott van valami. De ez pont elfele fut tőlem. Ott van több. Mi a franc ez? Ja, semmi, jó, hagyjuk. Ilyen... járkáló rabok. Vagy miért tolvajok, vagy rablók. Ez mi a figyfene? Ez is valami tünde rom lesz. Kutyákat hallok amúgy, vagy hogy ilyen farkasokon. Ellenük is jó az erd. Ó, Hanza főhadiszállás lesz. Mellé. Yes, Geralt. Minden itt, ezt úgy utálom, amikor éppen elnyomom.
És pont abban a pillanatban ugrik nekem valaki. Hopp. Hopp. Kicsit szedjük össze magunkat. Az az. Ez az. Ott volt még talán egy kutya. Picit elkéstünk. Menjünk, menjünk, menjünk a IS-hoz, Geralt. Mert ő... lövi ránk a kis hegyes hullánka. Jó, hagyjátok még... hagyjál békén az anyádba! Hát ez hihetetlen, gyerekek. Hol vagyunk, Kön? Még szerencsé, hogy a IS az nem vesz le annyit. A pajzsból, éppen csak egy picit. Na most. Ott vagy, rohadék. Geralt, nagyon szépen kérlek, ez az. Ügyes vagy. Jó, vissza. Vissza. Megvárjuk még szépen föl. Épül a jelerősség, meg is történt gyorsan. Nem, akkor őt, akkor őt. Tök mindegy, ez a szipő, szuper vagy, szuper vagy. Azt a minden itt, te sokat itt az éjszaka. Ez jó kis paraszlengő volt, tesó. Jó. Oké, haladjunk tovább. Erd. Ó. Ilyesz, haverunk. Szevasz. Hú, gyerekek, itt most nagy vérengzést kell csapunk. Aha, ég a fákja. Oda kell mennünk szerintem, és akkor eloltani, nem? Én úgy gondolom. Valami ilyesmit ugye emlékszem, hogy mondtatok. Tehát, hogy azt nekünk azt el kell oltani. Ne, engedj tovább, tesó. Ügyesen, Geralt, ügyesen. Hogy tudjuk eloltani? Sehogy? Én úgy emlékszem, hogy... hogy valamit, mintha mondtatok volna. Na hát... ő, ez kemény, ez nagyon kemény. Azt a minden hangzavar. Ez az, szuper. Az de durva. Na most eloltodott. Kialudt. Szedjük össze magunkat. Na, mondom, szedjük össze magunkat, Geralt. Most mi van, lefagytál ezt most komoly? Azt a mindenit már, na. Ez az, vissza Árdra. Jó. Itt vagyunk. Valaki dúdol. Rock'n'roll noten. Na ennyi. Szerintem ezt most így megcsinálom. De gyere. Aha, jó. Menjünk inkább föl, ugye? Nem szeretném, ha valaki megint meggyújtaná a jelző tüzet. Tehát most már ezeket verjük le. Ezeket most már verjük le, srácok.
Ez az. Mert most, ugye most már nem termelődhetnek újra az ellenfelek, nem még a jelzőtűz. Na, ne vicceljünk már. A meghalt? Meghalt. Jó, még ott van valahol. Szipi-szupi. Ilyen ezt hallok még. Megvan. Ej, látom, hogy a kardom sérült, hoppá Rézimi. Akkor viszont... Mennyire sérült a kard? Vagy 90-es simán rá lehet rakni. Hol vagyok, hol vagyok, hol vagyok? A puci keresi a 90-est, itt is van. Jó, nézzük meg az ezüstöt, ha már itt ugye... Hát... 15-öst. Hol vagy? 15-ös. Rányomunk az ezüst. Jaj! Basszus. Földöntöttem a palackomat. Ó! Igen. Nem. 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 Itt viszont igen, 80-as. Ó, Istenem már. Össze-vissza ugrálsz néha. Pöpöpöpö. Mondjuk 40-est rányomunk. De arra. Úgy. Jó. Jó. Ugye nincs eki maránk. Ár szerint van becsoportosítva, típus szerint. Úgy, igen, nincs eki maránk. Majd... majd meditálnunk kell. Hol van? Itt van még, nézzétek, itt van még valahol egy. De az fönt van. Azt mondja, hogy ő fönt van. Ha jól látom. Hogy tudok följebb menni? Hogy tudok oda följebb menni? Lesz valahol egy létránk, vagy... Ó, itt van. Jól van. Érdekes, hogy ők nem akarnak lejönni. Nyomjunk egy könt, nyélből, akkor egy áldot. Itt van a főparancsnok, gondolom. Aha. De akkor még mintha még lenne, hallanám. Na, de mindegy, őt megöljük, akkor valószínűleg, hogy vége. Egyet hagyunk. Let's dance. Egyet hagyunk. Azt a várat mondjuk akár. És akkor ugye őt meg itt... Akkor leverjük. És ennyi végső soron nem írt ki semmit. Jó. Oké. Mennyi helyünk van? Hát van még, van még, van még, van még. Amúgy srácok, azzal nem lehet jó pénzt keresni, hogy megnézzük, hogy mit tudunk legyártani. És azt eladni. Jó, mindjárt elolvassuk. Basszus. Hol kell azt megnézni? Szójegyzék. Mert értitek, valamit keresni, amit tök jó egyszerű legyártani, és azt mindig akkor eladni. Hát legyártjuk, eladjuk, legyártjuk, eladjuk.
Jaj, de nem akarok ilyennel foglalkozni, hogy nem akarok én így kalmárkodni, csak úgy eszembe jutott, de nem akarok kalmárkodni. Valaki foglalkozott ezzel, de leszente az idejét, akkor és tud valami jó kis olyan tárgyat, amivel érdemes foglalkozni, akkor az nyugodtan leírhatja. Én most biztos, hogy nem akarok ezzel itt foglalkozni. Videó alatt legalábbis. Jól van. Ennyi. Olvassuk el azt a feljegyzést. Ott van valami. Aha, igen. Antoine Sirajs Dragon feljegyzései hosszú. Nem olyan hosszú, és már rég olvastam nektek föl. Az ezüst szalamandra fogadó elfoglalása sokat enyhített a feszült légkörön. A dolgok már kicsit elcsitultak a mocsárban, mert jó néhány emberünket állítottam rá a feladatra. De a Hanzánk olyan mérhetetlenül nagy, hogy Artah palotájának Romea még mindig valami rohadt bazárnak néz ki. Az ember még a belét sem ürítheti egyedül. Mindennek a tetejébe, a csontjaimban egetveri a fájdalom ettől a miazmától. És még a lotyók sem tudnak felmelegíteni kellőképpen. Kell találnom valamit, méghozzá gyorsan, mielőtt a legutóbbi portja jó hangulata teljesen alábbhagy, és az emberek megmakacsolják magukat. Most valami nagy dologra kellene rácsapnunk. Egyre többet töprengek a déli szőlőn, koronáltán. Tökéletesen megfelelne. Érdemes kiküldeni egy felderítőt, talán elkezdhetünk tervezni egy nagy balhét. Lehet, hogy ők voltak azok a felderítők. Ugye találtunk az úton poroszkáló ilyen rablókat. Ah, és még tisztáznom kell valamit a fiúkkal. Minden második a fejébe vette, hogy emlékiratokat firkant le. Micsoda rohadt irodalmár bagás. A kardvívást vagy a vadászatot kellene gyakorolniuk, ahelyett, hogy naplót irkálnának. Én vezetek naplót, de vezetek naplót, ez elég mindannyiunknak. Egyet-kettőt majd megkorbácsoltatok a szukafattyak közül. Kitörlöm a hátsómat a naplóikkal, és akkor talán a többen vagy iszletre. Tisztes úton állások. Bocs. Nem tudom, hogy ott... Tehát a papír azért nem volt olcsó, srácok. Ugye? Itt legalább legalább csinálunk. Oké. Menjünk. Menjünk vissza. Ó! Most! De ezt vártam, hogy valami történjen. Remélem, hogy a hullák megmaradnak. Ott van valami. Szuper. Szuperek vagyunk. Na, hát akkor így ugye megkaptuk azt a eltűzetőt, hogy sikerült. Na, nézzük csak. De hamar eltűnt. Na, és viszont szedjük fel ezt a sok mindent. Geralt the Witcher, the scourge of Starling Strachan and his hands. Bravo, you old. Na, jó, jó, tudjátok, hogy beszélünk vele most, mert... Nem lehet vele beszélni, na. De most. Nem akarom, mert aztán elfelejtem. Starling Strachan of House Pam titled Harlitzbrut. Nyugodjék kínban és szenvedésben. May he rest in pain and agony. You've earned yourself a steep price cut here, Witcher. Jól van. Jaj, de terüvel is tudok adni? Na, várjatok. Nézzük csak őt, viszont. Strachan. Name's familiar. Ran into him a while back. What's this? He must have been a horrible hound shacker. Decent folk don't bear that name.
Can't say if that's true for all the Stragons, but this one sure wasn't decent. Met a bad end, too. Justly so. You carved up the Knobcapper. I knew it! Druids did it for me, actually. Burned him alive. Oh, lovely. Lovely. Oké, készítenél nekem valamit? Nem érdekel, mutasd mit. Show me what you have on offer, will you? Nem is kevés pénze van. Banyek, majd rakjuk le. Oké. Oké. Ez szuper. Jó, hát sok pénze nincs szegénykémnek, tehát... Valószínűleg, hogy le fogjuk nullázni, de viszont értitek, tehát nem kell elmenni. Tehát most eladom, összeszedem, ameddig van pénz, addig ide járok. Hát, ha bár várjatok, ő nem ad annyi pénzt érte. 170. Ilyenekért én 200 fölött szoktam kapni. A, na jó, akkor nem. Akkor nem adunk el semmit. Várjatok, nézzünk azért vissza. Egyrészt nézzünk vissza. Másrésztről pedig a javítást akartam. És a használatban lévők. Jó, és... Nézzünk azért be hozzá. Nem tudom, hogy így átpörgetem gyorsan. És nem akarok semmit sem tőle venni. De, savat nézzük csak meg. De jó, hogy eszembe bejutott. Sav, sav, sav. A savat meg fogjuk ismerni, ilyen lombikban van, ha van. Nem, nála nincs ilyen, hogy sav. Valamit esetleg még tudtok nekem eszembe juttatni, srácok? Ott van még valami a dragonida, akármicsoda. Az is szokott kelleni. De nem, lehet, hogy én el tudom készíteni, értek? Tehát most akkor menjünk az apró légtól. Tehát, hogy sav kellene valakitől. Mert az hiányzik, az biztos. Oké, na jó van, minden jót. Összeszedjük a cuccot, megnézzük, hogy mennyire tudjuk itt összeszedni az összes cumót. Ha valamit nem tudunk összeszedni, majd akkor idejövünk, és akkor annyit eladunk neki, amennyit kell. És úgy megyünk majd tovább. Értitek? Tehát azért az nem kevés pénz azért az a... Nem is tudom, 50-100-zal több pénz. Jó sok kutya is volt. Jó, mennyi nem? Nem már! Jönnek már a fegyverek. Ez az. Ilyen a francokat, a láncokat is, majd legyen eszembe, hogy eladjam azokat is. Csak akkor azt meg súly alapján kéne majd megnézni. Na, még? Ott jó, ott nézzétek meg, hogy hány... Hány hulla volt ott. Oké... Ó, nagymesteri macska nadrág. Na hát, mi történt? Na hát, mi történt itt a nagymesteri macskanadrág? Itt van nálunk, nem követjük, majd egyszer fogjuk követni, de most nem. Na, beadja nekem a... Ott van. Ó, itt van, igen. Úgy hogy került ide a nagymesteri? Rohadék. Hagytam a fiúkat kísérletezni, mennyi fájdalmat bír el egy Witcher. Jó, hát igen, tehát látjátok, tehát mindenki szídja ezt a rohadt videójátékokat, tehát mennyivel jobb így játszani, mint hogy ilyennel unatkozzunk, és akkor ilyen elűsük el az időt, azt a mindenit. Amúgy tényleg vicces, de... én nem tudom, hogy mennyire igaz, tudjátok. Tényleg nem tudom, hogy mennyire igaz.
De hogy ugye Amerikában, hogyha megjelenik mondjuk valami nagyon ilyen várt játék, akkor azt mondják, hogy még a bűnözés is visszaesik abban az időszakban, mert ugye tudjátok, hogy ezek a fiatal bűnözők, akkor inkább ők is videójátékoznak, és akkor játszanak. Nem tudom, hogy mennyi igaz, de egyszer olvastam egy ilyen valamit. Mind a kettő rácseszett. Ó, Geralt, egy kicsit több részvételt. Picit több részvételt, Geralt. Na, de viszont. Azért még... Hú, te bunkó. Antoine Shirai Stragen Hanzájának szervezeti ábrája. Ó, azt a mindenit, hogy de kár, hogy nem írtak ki valamit vagányult, mert ez valami jó kis humor forrása lehet lenne. Jó van. Végső látjuk, hogy ilyen sejtekre vannak osztódva. Hát hol vannak még sok ilyen hullák, holttestek, maradványok. Még szerencsé, hogy látjuk. Lassan ténylegesen már annyi élelmünk lesz. Már élelmiszerboltot nyithatunk. Let me live. Jó, hát az bocsi, az véletlen volt. Ó, viszont itt van. Van köszörű. Ezt is még... Gyerekek, tehát annyi mindent lehet csinálni. Tehát szerintem az sem jó, ha sok mindent lehet csinálni egy játékban. Mert... Tényleg írjátok már le, hogy ti... Mindent kihasználtatok a játékban? Tehát, hogy... Mert ugye gondolom ti máshogy játszatok, mint én ugye itt a YouTube videók alatt. De hogy akkor ti elmentek és megcsináljátok akkor azt a rúna műves, hogy mindent, mert most megint elfelejtettem. Azt a mindenit, hogy te itt ordítasz. Tehát egyszerűen nem... Egyrészt nem tudok mindenre gondolni, meg nincs minden eszembe. Másrészt meg... Tehát, hogy nem kényszerít rá a játék. Hol volt? Ott van. Itt töltem még jó párat. Itt töltem meg még jó párat. Sajnos itt is jó sok kutya volt. Amúgy tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk a... mi lesz ezzel a Cyberpunk 2000 akármennyivel a következő játékokkal? Ó, na jó. Tényleg ebben az évben most már jönni fog róla a hír. Szerintem ebben az évben nem fog megjelenni a játék. Szerintem következő év. Iszonyat meló van vele, gondolom. Azért kíváncsi leszek majd rá tényleg, hogy... Biztos, hogy Witcher alapokon fog nyugodni, de hogy milyen újdonságokat fognak belevinni. Esetleg lesz mondjuk VR támogatása, mert pont hogy ezek a játékok ordítanak azután, hogy basszus, ha már ugye erről szólnak, ugye? Cyberpunk játék, ami a, ugye a VR-ral, tehát ugye a virtual reality-vel ugye össze van kapcsolódva, hogy az kap-e. Sok játék megjelent ugye mostanában, ami ugye pont ezben az időszakban játszódik, vagy tehát ilyen stílusú mechanikájú játék, és ugye nincs neki VR támogatása. És mindig írják az emberek, hogy basszus, ez ordít azután. Ez ordít azután, hogy legyen már benne VR támogatás. Picit körbenézzünk, jó srácok? Így körben nyalogalászunk. Jó, ennyi is volt. Nincs itt már semmi, és jól felszedtem mindent. Azt viszont... Ó, jó sok. Nem is kellett volna eladni annál a emberkénél. Nem is kellett volna eladni annál az emberkénél. Na, hova menjünk? Menjünk oda, mert akkor őt még meg szeretném nézni. És akkor menjünk oda. Megnézzük. Pont, amúgy igen, valaki még írta, még nem válaszoltam a hozzászólásokra, hogy akkor játszok. Hopp. Ezek valami szurcsohók lesznek, de azzal én nem fog harcolni. Azt én magasról lekakálom. Viszont, rakjuk át a könt.
Új útjelző, Artek palota romjai. Aha, valószínűleg, hogy ugye ahhoz tartozik. Na itt már vannak valakik azért. Érdekes, hogy mennyire átszoktam az árdra. Sokkal egyszerűbb vele harcolni. Őrzött kincs. Dobjuk már el a... Árdod, Geralt. Sokkal egyszerűbb harcolni, Árda. Sőt. Nagyon egyszerű harcolni. Kedves Bambika, mennyi nem? Itt mintha még láttam volna. Ott van valami... Ja, azok micsodák? Vadkutyák, vadkutyák, menjünk segíteni. Ahogy látom, hogy ott valakit éppen bántanak. Kóborlovagot. Ez a legegyszerűbb. Gyerünk. Azt ott. Ez az. Jaj, de hülye. Fölkelt? Azt hittem fölkelt. Kicsit furi volt a animáció. Ott van még a földön. Igen. Ó, nem sikerült. Na. Semmi. Jó, nem szedem össze. Felesleges. Te meg egy kóborlovag vagy, mi? Mit csinálsz még, emberke? Nézzétek már. Ő még itt nagyban harcol. Na jó, menjünk. No, nézzük. Mi lesz itt vajon? Harami a naplója. Jó sok minden van. Jó, ezt is csak átolvassuk, srácok. Pöpöröpöröpöröpörö. Több száz gyilkossága a hátuk mögött. Szép. Igen, a naplózás. Fekete Fox Sylvia. Ez érdekes, hogy ott az utolsó bekezdés természetesen, hogy hát nekünk annyi most tudtam meg, hogy valami fehér ajú félig ember, félig szörny kicsinált a sirályt, hogyha előbb jövünk ide, mielőtt még megöltük volna a sirályt, hogy akkor is ez lenne itt, vagy akkor más? Gondolom, hogy van annyi eszük, hogy akkor más szöveg lenne itt. De amúgy még ilyen érdekes, nem srácok? Szuper. Igen, el is figyeltek, banyek. Ó, mandragóra. Szuper. Amúgy van éppen nálunk fehér sirály? Nézzük már meg. De ezt a alkimia. Mindig elfelejtem. Hogy... Készítsünk már egy párat. Milyen virág az, ami nincs? Homokhúr. Jó, maradjon egy tartalékba. Egy homokhúr, meg még nem tudom, hogy mihez kell, tudjátok. Na, de viszont... Ja, igen, tehát, hogy pont azt akartam mondani, hogy valaki írta, és még nem válaszoltam a hozzászólásokra. De most már lassan az is meg lesz. Illetve hát mire nézitek ezt a videót, természetesen már rég válaszoltam rájuk, hogy legyen olyan rész, amikor csak kérdőjelezek. Na, volt ilyen rész amúgy szerintem. Illetve hát ugye a Witchernél elég nehéz ezt elhatározni, mert kérdőjelezel és közben jön valami küldetés, értitek? Tehát...
Hiába gondolom, kéne bármit is, ha az nem jön össze. Ó, milyen bal jóslatú. Jó. Kis kereszteződés. Ott szerintem emberkék lesznek. Lehet, hogy megint egy... Nem. Nem. Akkor más mond a Geralt. Lehet, hogy ide jön valami küldink is? Na jól, nézzünk meg egy cserérzéket. Akár körbe is járhatjuk a területet. Nem akarok veletek most ott küzdeni. Tehát akár körbe is járhatjuk egy picit a területet. Hát nincs itt semmi végső soron. Segítsége szoruló személyek, jó? Akkor gondolom emberek lesznek bent, ha bejutunk, mert még az sem biztos mondjuk. Szedjük ezt össze. Óvakodj a fehér veszedelemtől, vigyázzat másfelé menj! Gotta find a way inside. Zárva kulcs kell hozzá. És gondolom sehol nem tudunk bemászni. Egy elég magas fala volt. Lehet, hogy jobb lett volna előbb egyből ide jönnöm akkor. Nézzétek meg, amúgy érdekes, hogy szerintem elkapnám úgy Geralt a peremet, de ugye a játék nem úgy van megcsinálva. Az micsoda? Vérmoha? Az. De azért nem adjuk föl, srácok, mert itt, hát ha... Már megint be tudjuk csapni a programot. Ó, ott valami kék is. Ott van valami kék nekünk. Hát ha be tudjuk csapni a programot. Nézzétek! Gyorsan! Apuci gyorsan ment egyet. Oké, hol tartunk? Quenyel, szuper. Vissza Árdra. Hello fiúk, itt vagyok. Ó, nem sikerült. Állj, milyen bombánk van? Nem, akkor legyen a fagyasztás. Kicsit meggyengítjük őket. Gyorsan. Nem sikerült. Akkor akik fekszenek. Ott van még egy Geralt, ott egy feküdt. Mindegy, jó. Te nere lövöldözgessél, emberke. Hát ez sajnos ilyenkor nem jön össze. Neki összejött. Még ott, aki a földön van. Azt a mocskos szemét csaló. Gép anyucikádat. Szerintem ő már meghalt. Elhalt? Megdöglött. Mocskos rabló. Jó, vissza. Nem, ennyi csak figyelgeti a program. Hogy mi volt itt. Na és akkor meg is volt. Szipi szupi. De jó, hogy ide jöttem, srácok. My soul cannot handle this. It simply cannot. De jó, hogy ide eljöttem. Calm down, it's over. I thank you, sir. And you must forgive me my momentary loss of composure. Are you in need of accoutrements, monsieur? Monsieur. No? No. Jó, mit csinálsz itt? Villa looks abandoned. You its owner? More its temporary steward. By order of the Treasury Minister, I am to serve as caretaker of Count Delaunay's properties and estates. Yeah, the Count is... Picit már romos. Yet, no one at the palace warned me. Villa fitted this the lair of bandits.
That is to say, it was, but is no more. Thanks to your heroism, Monsieur Witcher. Jut eszembe, srácok! Most márciusban már nézhető lesz a mozikban a Ready Player One film. Kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz. Oké, de ugye nekem könyvbe tetszett. What do you have that you're willing to sell? Na jól van, hát mit, hát egész kevés pénze van, nem baj. Esetleg még tudunk rá valami, nem veszünk már több mandragóra, mi a francra. Jó, hát akkor ennyi. Jó, semmi nem kell. Thanks, so long. Semmi nem kell, de viszont összeszedjük a cuccokat. Mennyi lánc? Mi a francot csinálnak a lánccal? Vagy az milyen lánc? Tehát ilyen nyakláncra gondolnak? Mi a francra? Oké, akkor vannak még? Ott vannak még. Ó, ott van valami kék is. Villa vedette kulcsa. Parancsok Rubennek. Na nézzük. Ha volt benne valaki köteletnek, semmi erőszakolás, semmi karóba húzás, fogd rövidre. Szihetetlen. Jó van, gyűlik a lovetta. Mert lovettánk van most amúgy 5200, hát azért még kell gyűjtenünk, mert ugye 20000 korona kell. 20000 korona kell, srácok. Ugye körülbelül annyi van kitapasztalva. Szedjünk össze mindent. Mennyi időnél járunk? Hát, nem tudom, majd szerintem nekikezdünk. Nekikezdünk valamelyik küldinek, ilyen melléknek. Ó, nézzétek csak! Hát ez csak gomba. Az nem fontos. Ide be is tudunk menni? Azt mondja, hogy zárva. Na. Még egyszer nézzük meg, Geráltunk zárva. Ó, na, ide viszont be tudunk menni. És mindent kirabolunk. Jó kis kulipintyó amúgy, tetszik. Már szinte lassan minden transzmutátor meg lesz. Lehet, hogy amúgy ezt a kéket láttam. Várjátok, föl is lehet menni, hoppá. Itt van a nagymesteri macska páncél. Meg egy levél. Kép mögött volt elrejtve. És akkor valami még máshol lesz, mert még valami hiányzik, nem? Mintha a nadrágot nem vették volna fel. Mindegy, meg tudjuk nézni. Levél Bartolomeld Launina, mindegy. Megint csak szemmel, jó? Another tale of a life compromised.
and ultimately claimed by greed and ambition. Meg akarták szerezni a Witcher titkokat? Hopp, 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 hopp. Jó, mondjuk annyira nem hopp, 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 de mindegy. Oké. Jó, kivontottuk bele még egy kis hülye házat is, mennyi idő, amit bejárunk. Ugye, melyik volt az a játék? Na, hogy pont a másik jut eszembe, a Destiny. Ami New Yorkban játszódott tél idején is. És Ubisoft játék. Azt a mindenit. Hihetetlen. Valamiért nem jutnak eszembe a nevek. Hogy, na mindegy, az jó volt, hogy ott is ugye csak egyetlen egy ilyen kis lakásba lehetett bemenni, tehát nem nagy lakás, egy kis lakás. De ugye annyira be volt rendezve, hogy jó pár percig tartott, mire átnézte az ember. Igen, zárva. Jó, van, folytatjuk tovább a cuccot összeszedését. Ezt nem hiszem el, itt van a nyelvem helyén. Á, vicc kategória. Pedig még azt sem mondhatom, hogy nem aludtam ki magam, srácokat. 10-kor feküdtem le. És... jó, persze fölébredtem, nem azt mondom, hogy nem, de akkor is aludtam, mint abban. Ó. Jó, kis szórakozás. És akkor végső soron akkor megvolt a páncél. Ott még van valami, azt miért nem szedtem össze? Mindent összeszedünk. Be tudunk valahogy jutni a házba, nem szerintem, ugye? Ó, ott is van valami. És csak ajtó. Mi vagyunk? Vagyunk Árd? Nem? Köszönjük. Nem tudjuk használni? Nem. Ó, meditálás. El fogom felejteni. El fogom felejteni, srácok. Meditáljunk egy kicsit, basszus. De jó, hogy eszembe jutott. Valami csoda folyton. A, várjátok? Árnyék hogy növekedett? Most már nem, sajnos. Ja, lehet, hogy nem is az árnyék volt, csak belesüppett a fal előtt, a falba. És azt vettem észre. Aha, látjátok? Hát ez is zárva, akkor ide nem tudunk bemenni. De milyen jó kis birtok. Nagyon foragány. Oké. Küldetés. Lehet, hogy akkor meg is volt a macska? Lehet, hogy akkor meg is volt a macska, srácok. Meg tudjuk nézni, mert aki nem. Mert nem. Szójegyzik. Hogy? Tárgykészítés, és akkor csizma. Kíváncsi vagyok, mert most kicsit lemaradtunk. Ott van nagymesteri macska a csizmában. Kell itt nekem a kesztyű. Megvan. Melvért, az biztos, hogy megvan. Igen. És akkor a nadrág az, ami nem rémlett nekem. A gatyó. Ott van. Hol vannak a nagymesterik? De az is megvan. Akkor megvan az is. Tehát megvan a macska is. Össze lehet majd készítetni. Eddig, srácok, akkor megvan a farkas, a griff,
a macska is, csak még mi akkor nincs legyártatva. És kell nekünk remekmívű, tehát majd megint vissza kell menni, és megnézzük, hogy miből van meg a remekmívű. Ugye azt akkor ne kelljen legyártani. És úgy emlékszem, hogy a macskából, mintha meg lenne valami komplet szettünk. Nekem úgy rémlik. Na jó van, menjünk. Mennyi az idő? Hol vagyunk? Az a baj, igen. Ó, ne, menjünk oda-vissza. Menjünk oda-vissza, és akkor tudunk teleportálni. Hol kell kimenni? Valahol ott. Ez. Menjünk. Lehet, hogy ilyen egyszerűbb másodküldit megnézzünk. Tudjátok, amiből volt olyan sok, hogy csak menjünk oda, és akkor szerezzük meg a kincset, vagy ilyen hülyeség. Megpróbáljuk olyat nézni. Legalább azzal is haladjunk. Aztán meg jaj, végső soron ennyi volt a móka mára. És akkor ezennel tényleg megvan a... Jaj, kutyák voltak. Megvan a heti adag. A következő heti adag. Na, küldetél gyorsan. Nézzük meg. Jaj, ennyi! Oké, akkor ezt csináljuk már meg. Azt akkor ezt zárjuk le. Ezt zárjuk le. Oda kell mennünk. Ó, basszus kulcs. Mindegy. Legfeljebb át blattyogunk a vizen. Meg mit is akartam még csinálni? Szerintem eszek valamit. Ahogy jól látom, hogy a... Igen. A életerőnket nem ártani picit visszatölteni. Oké. Nyíl egyenesen torony iránt. Ó, milyen vagány a szobor. Hamar odaérünk. Esetleg még majd annyit... várjatok? Lehet, hogy... Tehát megnézzük majd szerintem, hogy mi legyen a következő küldi. És vissza fogok menni. Nem. Tehát elmegyek és eladom a cuccokat. Megnézzük, visszamegyünk a birtokunkra, és megnézzük, mi lesz a következő küldi, és lerakom a rohadt kardot magamtól. Mert tényleg arra már ne figyeljek, hogy azt eladjam, vagy ne adjam el, vagy mi legyen vele. Jó, ide. Na. És akkor egyre végére ez tök jó lesz. Master, what would I have done without you? Countless throngs of Lepiota's followers will praise in prayer. And you'll pay me, right? But of course, your reward. The Infestor is a serious man of enterprise. Our plan foresees mass conversions. With the donations that will follow, we aim to recoup the cost of production in 3 to 5 years. Everything has been calculated, you see, down to the last decimal. Good luck then. Farewell. Okay, rendi check. Nem hiszem el, hogy itt a közelben nincs valami gyors utazási póza. Mindegy, odarakok egy jelzést. Na, mondom, odarakok egy jelzést. És itt egy picit körbe nyargalászunk, hogy... Hát ha csak be kell rakni itt magunknak a térképen, hogy felfedezzük azt a gyors utazást. És általában igen, tehát itt az utakon szokott lenni. Ott meg is van, de szuper. Nagyon ügyes vagyok. Hány óra van? Teljesen tök mindegy, hány óra van. Elmegyünk ide. Itt van a nagymester. Ő micsoda amúgy? Igen. Egyelő... Na, banyák, mit csinál ez, atya? Nem, nekünk ez kell. Tehát, hogy egyelőre azt nem csináljuk, hanem akkor ezt. Sőt, igen, szerintem most
jó pár küldetést megcsinálunk az ilyen másodlagos kincsvadászat meg ezekből. Sőt, lehet, hogy még mielőtt nekiállunk a főküldinek, addig még a macskapáncélt is le kéne gyártani. Tudjátok, ha már megvan, akkor gyártsuk le, csak ugye a pénzt össze kell rágyűjteni. Ami 20 000. Hú! Na. Ki ez az a nevén? Tad. Az. Ó, is. Oké, sikerült. Gyorsan döfjük le Gerált. XXXX. Az mellé ment. Nem jött össze a... ijászt. Ó, ilyen valaki... lovag. Igazából a lovagot nem jelezte ki nekünk sehogy, hogy sérülne. De kemények az amúgy. Annyi néni kérdett. Verjük már le a Kevint, vagy Nevint. Jó, vissza Kön. Vissza át. Menjünk Ignivel. Oké. I'm a hunted man. Milyen celebek lettünk. Megbízás egy Witcherre. Ó, itt van. Ugye mondták, hogy lesz nekünk egy ilyen... egész jól sikerült rajz, azt kell mondjam. Azt kell mondjam, egész jól sikerült rajz. Tehát, hogy lesz rajtunk vérdíj, biza. Akkor ez volt az. Jó. Még itt van valahol egy hulla. Ez az jó sok minden volt nálad. Vártok? Más nincs. Jó. 1 óra 18, meditálni fogunk, tehát mindenféleképpen, ha nem lesz ott a boltos, akkor meditálunk egyet. Mi? Ezről a mandragóráról volt szó. Na jó, de majd jövünk ide, de nem most. Hol van? Itt van a jelzésünk. Itt van. Na. Ó, de jó, nem kell meditálni, srácok. De jó. Eladunk neki egy csomó mindent. Úgy van. És neki itt mindig sok pénze van. Típus. Ne szívasson. Ja, jó. Hú, de megijedtem, hogy nincs ott az állandány, mi ezek. Ugye meg a Dália. Jó. Azt a mindenit. Nem, érdekes, hogy nem. 148. Miért? Érdekes, srácok. Mi a franc? Túl sokat adtam el, és telítődött a piac? Mindegy, elsősorban lényegtelen egy picit. Én úgy emlékszem, hogy buzogányokra is ilyen sokat adtunk el. Tehát, hogy 200 fölöttik voltak az áron. Marad... Mi a franc ez? Illatos torta. Ne maradjon, elfér itt. Nagyon picit foglal, nem itt súlyba. Hát így viszont még gyűjtenünk kell pénzt. Na jó, még gyűjteni kell. Megnézzük azért, hogy még mit lehet nála eladni.
Hát például ugye itt ezeket. Minél hamarabb jön össze a lóvé. Hát, de hát ez nem volt sok, még esetleg ott lent. Jó, hát ez meg semmi. Oké. Más meg ilyen van még itt, amit el tudunk neki adni. Nem akarok dimetérium értet eladni, mert fog kelleni. Őt sem, állj! Nézzük meg. De múltkor én úgy emlékszem, hogy néztem és nem láttam nála. Savat. Tehát azt szerintem már... Oh, de állj! De ott van, most van neki. Csak szerintem akkor fölvásároltam tőle. Jó, akkor ezt a ötöt, ezt meg is vesszük. Úgy emlékszem, hogy más nagyon nem kell, ha esetleg kell, akkor meg majd megveszik utána. Igen, és van nála ilyen bőrök is. 5 darab csak. Suha. Éppen hogy elég lesz, ha esetleg én nem tudok már legyártani. Jó, na, ennyi meg egy bombi. Tárgykészítés, javítás. Ha már itt vagyunk, akkor az összeset megjavítjuk. Akarjuk még itt csinálni valamit? Nem sok pénzt gyűjtöttünk, gyerekek. Jó. Nem sok pénzt gyűjtöttünk. Miért? Miért? Tehát ilyen százakat adtunk el sajnos, 120-150-eket. A páncélok persze jobbak voltak. Na jó, mindegy. Ott van a herbalista. Hát, ha nyitva van ő is. Keresztül kasul mindenen. Ah, itt van. Nem tudom, hogy van én nála. Még a nem nincsen. Még a boltost érdemes megnézni. Na, mit csinálsz? Menjünk ki. Ott van. Vissza. Nem is tudom, miért gondoltam. Igen, javasembernél csak füveken vannak. Viszont nála... Hoppá, rézi mi? Jó, akkor mutasd. Lássuk, mit kínálsz. Mert hogyha valakinél van, akkor én úgy emlékszem, hogy nála. Ja nem, ő meg azt a mindenit. Hol van az, akinél voltak ilyen mindenféle ilyen összetevők? Igen, ő meg a festékárus, festményárus, bocsánat. Fú, basszus, ez ki is ment a fejemből. Akkor... Nézzük meg, világtérkép. Ó, ott lesz. Ha már itt vagyunk, srácok, nézzük már meg. Amúgy is, ahogy látom, egy éjjel-nappal nyitva vannak. És az nem egy rossz dolog. Csukás nővel beszéljünk már. Nem sikerült sajnos. Itt mindig mulatozás van meg a hányás. Oké, ez az. Ó, ott van. Na, hát hogyha valakinél lehet ilyeneket venni, akkor ez még ő. De aztán lehet, hogy végső soron csak ilyen kohácsoknál vannak ilyen savak, mert most ott nála volt. Mit tudsz ajánlani? Show me what you've got in stock. Ugorjuk át, nem vagyok rá kíváncsi. Hát... Nem, nincs nála. Nincs nála. Akkor azt szerintem az ilyen kovácsoknál lesz csak. Jó, mehetünk is, srácok. Nem is gatyázok, mert egy picit már túl lépjünk a... Azt a mindenit, hogy mindig földöntöm a kezemmel a palackomat. Jó, Nice tune. Miért mondta Geralt, hogy szép dallam? Nézzünk csak. Állj, mentsünk egyet, mert nehogy véletlenül ugye olyan helyre menjük, ahol... ahol elindul a főküldi.
És ebből a házból hallottam a dallamot. Ó, de vagány. Nézzétek már milyen kis frankó hajó makettek. Ó, de rohadt jó. Imádom, mondtam már sokszor szerintem, hogy imádom az ilyen típusú, ilyen régebbi hajókat, tehát a gőzmozdony előtti vitorlás hajókat. Pláne az ilyen nagy spanyol-angol hadhajókat szeretem. Érdekes, hogy itt bent nem hallom a zenét viszont. Nem tudom, hol hallottam, pedig hogyha a fülesemre hagyatkozok, akkor... Tehát nem a térről hallom a zenét, szerintem. Hanem... Mi? Buziklub? Na jó, mindegy, srácok. Menjünk vissza. Akkor a birtokunkra, mondjuk akkor most menjünk ide. Így. Letáborozunk, lerakjuk magunkról a, azt a két kardot, amit már rég le kéne rakni. Milyen frankó, nézzétek már! Ez kint itt meg van terítve. Ó, de jó, de jó, de jó, de jó. Azt a minden. Szeretnék én menni a tájakra, csak emberek nélkül. Nem szeretem az embereket, na, nem szeretem a tömeget. Na, menjünk tovább, mert már megint itt elkalandozok. Meg elbámészkodok. Miközben haladunk kellene. Ja, bunyó, oké, engem nem érdekel most. Ott vagyunk. Jó, nem csinálunk semmi mást, mint hogy... Lerakjuk magunkra a cuccot, viszok. Aztán következő küldit megnézzük. Azon gondolkozom, hogy játszok még a héten, mert ha játszok még a héten a Witcherrel, akkor meg ugye megint egy picit előre fog szaladni. Majd meglátom. Na most értitek, most mivel mással játszok? Tehát most jó, ki mellette lesz az a... Igen, az a Uncharted DLC. Last Legacy, megvan. Last Legacy. Vaj, Ákos. Hogy? Ide akarunk jönni? Meg is nézhetjük, hogy a macska páncél hogy áll. Nem hiszem, hogy ki lehet volna rakva. Ár... típus szerint, és akkor Arundite-ot átrakjuk, meg a Dahliát is átrakjuk. Maradjon! Maradjon nyálunk a nyílpuska, habár elég sok, majdnem 2 kiló. De mindegy, annyi sok helyet nem, vagy sok súlyt nem foglal. Na nézzük! A például ezeket a griffpáncélokat lehet, hogy el lehetne adni. Azért nem kevés lóvé. Tehát értitek, mert most minek griffpáncél, amikor ott van a nagymesteri? Minek legyen ő meg? Tehát annyira nem, úgyis a legjobbat fogjuk viselni, nem? Mindig. Itt van egy hatékonyabb farkaspáncél. A farkaspáncélt még nem adjuk el. Ó, itt van viszont a macska. A macska. Tehát jól emlékeztem, hogy van valami macskánk. Jó, nézzük még a zöldeket. Itt például remek mivi van meg, a csizmából. Fó, viszont nincs macskából nadrágunk. Meg kezdjünk se. Mert ugye a zöldeket kellene nézni. Hoho. Viszont leraktuk most magunkról, frankom? Leraktuk magunkról most funkon a dolgokat. Picit ugye megint látjátok, hogy ott van a súlyfeleslegünk, mert egy csomó minden láncok, meg ilyen hülyeséget fölvettünk. Tudom, hogy mit fog csinálni, aludni. 6 óra 44, nem is kell sokat aludnunk szerencsére. Nézzük csak a...
Ezt a páncélt, ez a farkas lesz. Ez meg értelemszerűen a lovagi páncélunk, ez értelemszerűen a griff páncélunk, ez értelemszerűen a... Ez mi a ficsfene? Ja, vipera. És a... Aha, ez a... ez a olyan vipera. Jó. Jó. Akkor... Gyorsan alokálunk egyet. Nem sokat. Ácsi bácsi, hogy akkor lehet, hogy előtte meditálnunk is kellene. Nézzük csak meg, ugye? Nem, ahogy nézem, hogy nem kell, mert le van gyárta az Ekimara. Akkor nem kell meditálnunk, csak alukálnunk kell egyet. A nagy francokat. Mindenből megvan. Na, északi szél. Jó, egy picit meditáljunk. Gyártodjon le az, aminek le kell, hogy gyártodjon. Nagyon picit meditálunk csak, és nagyon picit fogunk aludni csak. Ez az. Ennyit, érdekes, hogy csak ennyit is kell nekünk aludni, és ott vannak a zöldek. Hát srácok, én amondom vagyok, hogy ne is aludjunk a szükségesnél többet, hanem ennyit. Jó? Biztos, hogy jó? Mert három van ott. Négynek kéne, hogy legyen, nem? Négynek kéne, hogy legyen. Mi az, ami hiányzik? A ló megvan, az egészség megvan, valami hiányzik. Na mindegy. Most már nem fekszek vissza, akkor nézzük meg a küldetéseket. Például igen, tehát az ilyeneket nagyon hamar meg kéne csinálni. Az ilyeneket nagyon hamar meg kéne csinálni, mert ezek semmi. Érdekes, hogy Witcher megbízásokból sem olyan sok van. Nézzétek, csak kettő. Másodlagosokból van ugye több, de ott meg sok az ilyen lóverseny, meg ökölvívás. Na jó van, srácok. Legyen akkor mondjuk az, hogy... Mondjuk őt. Jó? Berakjuk magunknak. Emlékeztetőnek. Oké, várunk egy picit akkor. Hát igen, mert specialitás kell ide. Oké, fiúk, lányok, hát akkor ennyi. De akkor még mindig folytatjuk a mellékküldetésekkel. Egészen... Ú, basszus. Egészen pontosan a kincsvadász, meg stb. Azokkal akkor legyünk túl. Aztán... Aztán úgy lassan-lassan kifogynak alulunk ezek a küldetések. Ugye azt sem akarom, hogy így most az összeset kivégezzük. Persze lesznek még majd nagymesteri páncélszettek, ahogy néztem, meg ugye lesznek még akkor a Hanza... ilyen erődök. De... Szerintem a következő részben még csinálunk egy pár küldit. És lehet, hogy már a következő részben akkor visszatérünk a főküldire. Tehát nem akarom azt, hogy megcsinálom most az összes melléküldetés, és csak a főküldi lesz. Azt nem akarom. Jó? És akkor még ne felejtsük el, hogy azért még van még mit csinálni, mert visszamehetünk még ugye Skellige-re. És ott kérdőjelezhetünk. Csak azt ugye én videón kívül akarom majd megcsinálni. Na, viszont lehet, hogyha játszani fogok akkor a játékkal, akkor azt, akkor videón kívül a Skellige-i kérdőjeleket fogom megnézni. Már csak ugye az obeliszkek miatt, mert szerintem elhagytam ott egy, de lehet, hogy kettő obeliszket azon a területen. Na jó, más fényük, lányok, köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!